Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Ez a Kispálya harmadik adása, melyben a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának 17. fordulóját dolgozzuk fel. Ahogy azt már megszokhatták, műsorunkat egy teljes mérkőzés közvetítésével kezdjük, mely kellemes szórakozást ígér, majd a forduló többi találkozójának összefoglalóját láthatják. A múlt héten a MÁV gépészet ellen diadalmaskodó Blue Hétfő az idén még nyeretlen Más Tészta együttesét fogadta. Köszöntöm a kedves televízió nézőket a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 17. fordulójában, ahol a Blue Hétfő a Más Tésztával csap össze. A Más Tészta a bajnoki tabellán a 13. helyet foglalja el, tehát az utolsó előtti a pontvadászatban 2 ponttal. 3 győzelmet, 1 döntetlen, valamint 12 vereséget számlál a sárga-fekete együttes. A Blue Hétfő, aki a képernyőn jobbról balra támad, pedig a 8. helyen tanyázik. Ők 16 mérkőzés után 15 ponttal állnak. Holtversenyben a 7. helyezett Fedél Kft-vel, akik de nézzük az összecsapást. Súlyok Jánosnál a labda aztán indította volna a bal oldalon Gyabronkát. Bóka halász támadta őt, és ez pedig már a kapusé. Belegrai. Ő végezheti el a bedobást Bóka felé, egészen hátra a Blue Hétfő hálóőréhez. A Blue Hétfő együttese 4 évvel ezelőtt nyerte a harmadosztályt, akkor még Privát SC néven. A Más Tészta pedig 1 évvel később került fel a másodosztályba. Akkor külön csoportba került a két együttes, de mindketten egyből feljutottak az akkor alakuló. És gól! A Más Tészta megszerezte a vezetést rögtön a 3. percben. Súlyok János volt eredményes. Tehát ott tartottam, hogy a Blue Hétfő is és a Más Tészta is rögtön felkerültek az akkor alakult 1B-be a másodosztályból. Belegrai Ferenc szerelt, aztán most már a Más Tészta hálóőr előtte két szöglet lett a dologból. Jó volt a beadás! És egy szép gól Belegrai Péter. A két Belegrai játszott össze, gyorsan jött tehát a válasz. A 4. percben 1-1 a mérkőzés állása. Lengyel. Jóka Cselek. Habis József állítja meg a Más Tészta akcióját. Rossz volt a passz. Fekete támadta a Blue Hétfő védőjét, aztán Lengyel próbálkozott egy lövéssel, lecsúszott a lábáról. Halász érkezik, a félpályánál szerzi meg, aztán egészen Gyabronkáig teszi hátra a labdát. Szép volt a kényszerítő, Fekete kapja vissza, óriásit véd a Blue Hétfő portása. Bóka tette tovább Belegrai, Halász pöccintette rá a labdát, még a vonal előtt elcsípte, aztán Feketét szereli. Bóka. Borbénak egészen hátra most már a hálóőré, a játékszer.
Habis. Belegrai. Halász csípje el az átadást. Még mielőtt a bal szélen kapta volna Belegrai Péter. Lengyel. Gyabronka. Halász. Fekete. Nem sikerült a sarkazás. Szerelték is. Kis Attila tette ki a labdát, a más tészta ideiglenes sportása, hiszen az állandó kapusa a sárgáknak betegség miatt még mindig nem szerepelhet csapatában. Jó az indítás, Lengyel egyből lőtt el a kapu fölé. Borbély. Bókának magas volt a labda, Lengyel csípi el még az oldalvonal előtt. Halász. Ismét egy jó indítás, ismét Lengyel próbálkozott egyből. Belegrai. Borbély. Ellövi távolról. Kis véd. Ott a lehetőség, üres az a kapu. És meg is szerzi a vezetést a Blue Hétfő. Bóka Csaba volt eredményes a 7. percben. Súlyok. Gyabronka. Borbély felelte föl a labdát. Aztán Belegrai adta hátra. Ez már kint van. Ősszel a két együttes már találkozott egymással. És akkor a Blue Hétfő 1-0-ra verte szoros mérkőzésen a más tészta együttesét. Borbély. Belegrai. Kis Attiláé már. Gyabronka. Majd Halász a labda útja. Súlyok teszi hátra egészen a kapusig. Lengyel felé az indítás. Habis lépett közbe. Fejjel. Gyabronka. Nem tudott elég magasra ugrani. Habis. Bóka. Jó volt a passz. Súlyok szerelt, azonban most Halász lépett közbe. Lengyel indulhat meg, a bal oldalon Fekete várja a labdát. Lengyel ellövi, oldalháló, azonban már beleért a Blue Hétfő portásai, szöglet lett a dologból. Lengyel keresi az embert, kinek adhatná. Gyabronka futott be, ám nem kapta a játékszert, és leindít a Blue Hétfő. Szép akció volt, Borbély lőtte a kapu fölé. 10. perc, 2-1 a Blue Hétfő javára. Súlyok. Szép paszt kapott Feketétől. Gyabronka ment. Szöglet. Újabb nagy helyzet. Ám kimaradt, és Súlyok indulhat meg, kissé kisodródott most már. Kint van a labda. A más tészta egyébként 1990-ben alakult, akkor még Coca-Cola Kids néven, és érdekesség, hogy a Fidesz támogatta csapat volt akkoriban. Aztán újabb névváltoztatás következett, Martini Bianco lett a nevük. Majd úgy alakult ki a végleges más tészta.
az 1B-ben nagy sorozatot produkáltak. 14 mérkőzést játszottak végig veretlenül, ebből két döntetlen volt. Gyabronka nem találta el a belőtt labdát. Így bedobással folytathatja a játékot a Blue hétfő. Borbély. Habis kapja. Borbélynak hátra. Aztán vissza Habishoz az átadás. Kis Attiláé, Gyabronka. Új játékos a pályán a más tészta együttesében. Súlyok helyett Köves Ádám 15-össel. Gyabronka. Nem volt jó az átadás, nem értették meg egymást a játékosok. Nagy kirúgás egészen a másik kapuig, ahol Kis Attila veszi birtokba a játékszert. Aztán Gyabronka indítja lengyelt, nem jut el hozzá a labda. Bóka. Lengyel szerzi meg, Köves indulhat el. Gól! 2-2. Szép akció végén Köves Ádám lövi ki a jobb alsó sarkot, ezzel már 2-2 a mérkőzés állása a 13. percben. Jó cserének bizonyult a fiatal játékos, hiszen mintegy másfél perccel pályára lépése után már gólt is szerez. Habis. Borbély. Belegrai. Bóka tette volna tovább, rövid volt az átadás. Szép volt a csel. Borbély. Bedobás. Belegrai lőtte el, lecsúszott a lábáról. Habis. Egészen hátra a portásig. Borbély. Belegraitól kapta vissza. A hátvéd páros játszik össze, aztán most jut előre a labda. Bóka. Szép cselek, egy kötény Gyabronkának, aztán indulhatott volna a más tészta akciója, hogyha pontos lett volna az átadás. Ez már kint van. Lengyel. Jó volt az a passz, nagyon szépen vette észre a felfutó Gyabronkát, aki a kapu mellé lőtt. Tizenötödik perc, 2-2 a mérkőzés állása. Belegrai. Bierbauer. Borbély. Ellövi, óriási kapufa. Szép lövés volt. Bierbauer hátra a kapusig. Borbély. Belegrai. Köves Ádám támadta. Aztán Fekete lépett közbe. Bóka.
Fekete szerzi meg a vonal mellett, Borbé teszi vissza, aztán Sejben fejelte le lengyel. Fekete, szép volt a csel, ott van még a lehetőség, most már a kapusé a játékszer. Fordulhat a Blue hétfő. Sejben. Még mindig ő, most kapja Fekete Norbert, aztán hátra Gyabronkának. Köves. Belegrai. Lengyel szerzi meg a labdát, 3-2 ellen, jó volt a csel, a passz is jó. Túlcifrázta, úgy érzem, a más tészta. Szép gól lett volna minden esetre, hogyha időben érkezik Fekete. Borbét támadta lengyel, és letámad a más tészta, ez viszont szabálytalan volt a játékvezető szerint. Elvégezte a szabad rúgást a Blue hétfő. Birbauer cselezget hátul, aztán Borbéhoz passzol. Bóka. Belegrait kereste labdájával. Sejben hozza fel. Hosszú átadás, amit Borbé szed le a magasból. Rossz volt a bedobás. Borbé előre. Belegrai üresen a felső lécet találja, lecsúsztatott fejese, aztán az ismétlés sem a kapus, az ismétlés után sincs a kapus birtokában a labda. Aztán végül Birbauer lőtt a kapu mellé. Cserélem más tészta. Gyabronka helyett Halász érkezik a pályára. Aztán most már a parketten van a más tésztában. A mezőny egyetlen idegen légiós játékosa talán az egész bajnokságban. Nincs ehhez hasonló. Tízes számmal Massimiliano Benatti, aki Olaszországból érkezett. Borbé. Birbauer. Borbé kapja vissza. Sejben szereli Belegrai Pétert. Már kint volt a labda. Borbé kapja. 20. perc, 2-2 a mérkőzés állása. 5 perc van még hátra az első játék részből. Borbé. Kis Attiláé. Lengyel. Sejben. Lengyel kapja vissza. Borbé szerelte őt. Birbauer. Belebonyolódott a cselekbe. Saját magát csapta be ezzel. És a labdában esett hasra. Köves. Benatti. Két embert cselesz ki és passzol jól Sejbenhez. Aztán Bóka szerez labdát. Halász szerzi vissza. Jó a meccs. Mintha a más tészta játszana egy icipicit fölényben. Ám mindkét csapatnak óriási helyzetei vannak, a Blue hétfő is már két kapufát is lőtt. Nézzük a szögletet. Bóka. Lengyel szerzi meg egy finom mozdulattal, indítja Sejbent, aztán Köves indulhat. Ezért kár volt. Borbé.
Birbauer hátra. Lengyel fejeli előre. Birbauer. Belegrai Péter. Bóka. Birbauer jól lépte át a labdát, ezzel megzavarva a ráérkező sárgamezes őrzőt. Birbauer ismét, aztán ketten támadták őt. Borbély, jó a csel, ez is szép volt. Aztán Benatti megszerzi, és a bíró látja kárát, hogy a közelben tartózkodott, Melkason találta őt Borbély lövése. Sejben bedobása, Benatti fejelt kapura, inkább a kapu fölé. ...22. perc 2-2. Lengyel, egy lövőcsel, aztán megállítja a labdát, bevárja a többieket. Birbauer szerelte őt. Sejben. Lengyelnek hátra. Köves kapja. Az átadás ismét elakadt, egy kékmezes lábban. Lengyel. Birbauer támadja őt, ami szabálytalan volt. Köves. Sejbenről ment ki. Borbély, Halász szerzi meg. Borbély ismét egy előre ívelt labdával. Üres területre nem érkezett rá társ. Aztán újabb csere a más tésztánál, kövesült a padra, míg Súlyok állt be, tehát a két gólszerző cserélt. A Blue hétfő dobhat. Halász fejelte ki. Az utolsó perc kezdődik az első félidőben. 2-2 a mérkőzés állása. És le is járt az első 25 perc, tehát Blue hétfő más tészta 2-2. Kutyára indult a labda tehát a második játék részben. Súlyok tette volna vissza, Lengyel szerzi meg. Jól előzte meg a Blue hétfő támadóját, aztán Súlyok kapja ismét. Lengyel állítja meg a szaggatott vonalnál, aztán Sejben kapja. Lengyel szerzi vissza Bókától, szép volt a passz, és jól jött ki a Blue hétfő portása. Lengyel lövi el, elkerüli a kaput. Borbély. Habis.
Bóka, jó volt a csel. Elövi Kis Attila védett nagyot. Pénzes László érkezik a labdára, aztán egészen Belegraihoz előre. Nem tudta lekezelni a labdát. Súlyok. Benatti. Lengyel. Bereglai. Bóka felé az indítás. Jó volt a szerelés, Lengyel tartja meg. Szép volt a labdafedezés Benattitól, aztán jó labdát kap Súlyoktól, egy picit volt csak hosszú. Pénzes jól vetődött ki kapujából. Indulhat az ellenakció. Belegrai, rossz volt a passz, Lengyel indíthatja ismét a támadást, aztán Borbé szerelte. Halász szerzi meg, egyedül próbálkozik és véd. A Blue Hét főháló őre Habis. Bóka. Belegrai. Kis Attila. 3 perc telt el az második félidőből. 2-2 az eredmény. Lengyel messziről lövi el, Belegrairól vágódik, lesz szöglet. Bedobás. Súlyok kapja Harásztól. Halász. Fekete, Bóka szerelte őt. Szép volt Halász labdalevétele, és indíthatja más tiszta akcióját. Aztán Bóka lépett közbe, Németh próbálta visszatenni neki. Pontatlan volt az átadás. A Blue Hétfő intelligens kultúrát, focit játszik. Náluk sosincs balhé a mérkőzéseken. Higgadt, nyugodt játékosokkal rendelkeznek. Aztán most Belegrai tette tovább a labdát, Borbé adja hátra, ez veszélyes volt. Most szabadul csak fel a Blue Hét főkapuja. Benatti egyedül próbálkozik. Nem bírta áthámozni magát a védőkön. Aztán Súlyok Jánost. Szép volt az emelés. Benatti próbálkozott, amelyet Pénzes László húzott le a magasból. Benatti jól megy el. Aztán Bóka szerzi meg a labdát. Fekete ér hátra. Habis. Borbé. Szép volt ez az akció is. Németh Attila várta volna bent, megelőzte őt egy más tiszta védő. Ez pedig szabálytalan volt. Bókát szerelte Halász. Hetedik perc, 2-2. A mérkőzés állása még mindig. Bóka lövi el távolról. Kis Attila védte a lövést. Habis fejeli tovább az oldalvonalon kívülre.
súlyok. Fekete. Belegrai. Borbé felé. Aztán Belegrai kapja vissza. Jó a kényszerítő. Újabb szabad rúgás. A szabad rúgást Belegrai Ferenc végezheti el. Borbé kapta volna a paszt a hatoson belül. Hát kicsi hosszú volt az átadás. A játékvezető szerint hozzáért egy más tészta játékos, így szöglet elfolytatott a mérkőzés, ebből indulhatott volna a más tészta. Kis Attila vágja előre. És Hab is fejelte ki a labdát. Pénzes. Súlyok szerelte Németh Attilát. Fekete nem tudta átvenni a labdát. Pénzes előre ismét. Ez pedig már kis é. Fekete fejelte vissza az érkező Benattinak. Gyönyörű gól volt! 3-2-re vezet a más tészta a mérkőzés 33. percében. Egy szép beadás után Gyabronka fejelte a labdát a kapu közepébe. Bierbauer. Súlyok szerzi meg. Belegrai fordíthatja a támadást. Aztán Benatti 3-1 ellen. Fekete. Gyönyörű gól. Ismét egy szép akció, jó labdaszerzés. És Sejben István szerzi a más tészta a negyedik gólját, és így már 4-2-re vezetnek a sárga feketék. Alig egy perc telt el. A más tészta vezető gólja után már is növelték az előnyüket. Ez a hatoson kívül volt. A játékvezető szerint Kis Attila kézzel ért a labdához, így szabad dobással folytatódhat a játék. Illetve kecsegtető szögből végezhet el pontrúgást a Blue Hétfő. Borbé teszi le, aztán Súlyok ment. Borbé bedobása Bókának. Fekete fut versenyt a labdáért, bent Benatti várja, és csodálatos gól! Ez a más tészta hatodik gólja, ismét egy jó labdaszerzés, egy gyors akció, kitűnő beadás, és Massimiliano Benatti volt eredményes, így már 6-2 a mérkőzés állása. A 35. percben. Illetve dehogy is 6-2, 5-2, elnézést kérek. Bóka. Szép volt a csel, Gyabronkát csapta be, aztán Kis Attila hárít. Pénzes vágja előre. Súlyok fejjel, szögletre ment. Súlyok. Lengyel. Benatti. Bierbauer érkezett hátra időben. Szép volt a passz, Belegrai a kapu mellé lő. A 37. perc, tehát 5-2-re vezet a más tészta. Úgy gondolom ez meglepetés eredménynek számít. Bár, hogyha azt veszük, a múlt héten a más tészta csapatvezetője Bauer Tibor azt nyilatkozta, hogy
első győzelmüket a tavasz idényben a Blue hétfő ellen fogják aratni. Lengyel, Gyabronko előre, feketét szerelte Borbé. Lengyel kapja vissza Kövestől, aztán Belegrai ment az oldalvonalon túlra. Fekete egészen hátra Kis Attiláig, a kapusig. Lengyel jól irányítja, jól szervezi a játékot. Ez pedig kint van. Bedobása Halász ment fejjel. Majdnem megelőzte Kis Attilát Belegrai Péter, aztán a visszafejelt labdát Halász rúgja ismét az oldalvonalon túlra. Borbély beadását pedig Bóka fejelte messze a kapu fölé. Bierbauer. Lengyel volt szabálytalan. Borbély. Bóka. Halász volt keményebb a kelleténél Belegrai Péterrel szemben. Borbé kéri a labdát Belegraitól, nem kapja, inkább ellövi. A kékek 19-es számú játékosa, aztán most testvére Belegrai Ferenc dobhatja be. Bóka fejese pedig Gyabronkáról vágódik ki. Pénzes egészen előre, ismét Gyabronka ment fejjel. Borbé bedobása, aztán Köves rúgja ki messze a kaputól. Borbé, nem érkezik senki a beadásra. Fekete csípte még el, azonban nem tudta jól lekezelni a labdát. Egy újabb szabálytalanság, 10 méterre a más tészta kapujától a két Belegrai a labda mögött, aztán Borbé is érkezik. Belegrai Ferenc lövi el. Nem várták meg a sípszót, így újból próbálkozhatnak a Blue hétfő játékosai. Tehát Belegrai Ferenc legpasszolt a testvérének, aki a kapu mellé lő. Kis Attila előre, Borbé csípi el. Belegrai Péter. Borbé. Bierbauert szereli Gyabronka. Borbé bedobása egészen hátra Belegraihoz. Aztán Bierbauer kapja. Lengyelt szereli Belegrai Péter. Majd ismét indulhat a más tészta akciója Köves fekete felé. Jó volt a labda átvétel, azonban a beadás már kevésbé, hiszen idejében érkezett vissza Borbé Tibor és szögletre mentett. A sarokrugás nem volt túlságosan jó. Ketten is ott hagyják a labdát. Második félidő 17. perce. 5-2-re vezet a más tészta együttese. Bierbauer. Fekete. Köves Gyabronkához továbbít. Majd Belegrai szerel. Gyabronka beadása egészen Lengyelig, aki
visszaviszi saját félpályájára a labdát. Bierbauer. Pénzes tanácstalan, nem tudja hova adja a labdát, így nem is talál csapattársat. Súlyok hátra Gyabronkának, aztán Köves kapja, hosszan vette át a labdát, így ebből indulhatott a Blue hétfő. A szerelés jó volt. Gyabronka vágja előre. Fekete. Súlyok adja be, és Fekete érkezik jókor. És ez most már tényleg a hatodik gólja a Más tisztának. Súlyok János pedig második gólját szerzi a mérkőzésen a második félidő 19. percében. Ez már kiütéses győzelem. Egy nagy lövés volt, Bóka küldte kapura 10-11 méterről a labdát, és nem sokkal került el a ketrecet. Gyabronka. Bóka szerzi meg, aztán egyből lövi el. Elakad a lövése Köves Ádámon. Belegrai, Kis Attila véd szépen. Belegrai. Kis húzza le és indulhat a Más tiszta akciója. Lengyel. Hárman az egy ellen. Köves kapja. Jókor érkezett a Blue hétfő portása Pénzes László. Pénzes dobja ki előre. Borbé. Negyvenötödik perc. 6-2-re vezet a Más tészta. Óriási helyzet volt, üres volt a kapu, azonban Belegrai Péter nem találta el a labdát, majd Belegrai Ferenc pedig Kis Attilába lövi azt. Szöglet után fordulhat a Más tészta, Lengyel, négy támadó, egy védő ellen, és ismét jókor érkezett a kapus, a labda a hálomban, azonban a játékvezetők már belefújtak, hiszen Fekete szabálytalanul csúszott a kapusra. Kis Attila kirúgása. A két kapus játszott most össze. Súlyok indult meg a bal oldalon, most kapja Lengyeltől, szép a visszatett labda. Lengyel jól tartja a játékszert, ezzel lopva az időt. Gyabronka, jó a keresztlabda, Lengyel beadását viszont Bierbauer csípte el. Fekete, kapufa, nagy lövés volt. Kevesebb, mint 4 perc van hátra a mérkőzésből. 6-2-re vezet a Más tészta. Lengyel. Belegrai, óriásit véd Pénzes László. Ez is szép akció volt. Parádézik már a Más tészta együttese. És így a sárga feketék ezzel a győzelemmel, mert hogy én úgy gondolom, azt már biztosra vehetjük, hogy ezt a mérkőzést megnyeri. Komoly
előrelépést tudhat magáénak így az együttes, hiszen a begyűjtött győzelemmel két helyet is előreléphetnek a tabellán. Jó esetben. Borbé. Köves indítja Feketét. Pénzes Hárét ismét. Jól véd a Blue Hét főkapusa, annak ellenére, hogy 6 gólt kapott. Kis. Köves. Gyabronka. Szép volt a labdaszerzés. Már túlságosan kisodródott Fekete. Második félidő 23. perce. 6-2-re vezet a más tészta. Habis. Borbét szerelte lengyel. A más tészta együttesét egyébként Karsai RT szponzorálja. Bóka lőtte el. Egy 20 centivel kerülte el a kaput. Lengyel helyett Benatti érkezett a pályára. Fekete fejelte ki. Most van kint, egy bedobással következhet a Blue hétfő. Egy perc van még hátra a mérkőzésből. Kis szerez labdát, aztán Sejbenhez továbbít. Benatti szépen emel, Gyabronka érkezik, és ugyanezt teszi Pénzes László is, és fejjel hárít. Sejben. Feketéhez a bedobás. Ismét a kapusé a labda. Aztán a Gyabronka emel. Saját kapuját veszélyeztette ezzel. Benatti jó a csel. Még mindig ő. Sejbennek passzolta. Gyönyörű gól, ismét szép akció. Sejben beadását Fekete lőtte a Blue hétfő hálójába, és ez volt az utolsó momentum a mérkőzésnek tehát. Fekete Norbert szerezte a más tészta 7. gólját, és parádés játékkal gólgazdag mérkőzésen megszerezte a győzelmet. Tehát még egyszer a végeredmény, Blue hétfő, más tészta, 2-7. Ezúton szeretnék elnézést kérni a Blue hétfő két egyes számú játékosától, hogy a mérkőzés közvetítése alatt nevüket felcseréltem. Most nézzük, mi történt még a 17. fordulóban. A 17. forduló kispálya csatáit a Zöldker 96 Kft. És a Fapados Öröző összecsapása indította. A múlt héten a Zöldker kitűnő játékkal 6-6-os döntetlen tért el a tavalyi bajnok Turul ellen, így a tabella harmadik helyezettjével szemben is nagy reményekkel léptek parketre. Nos, ezek a remények hamar szertefoszlottak, hiszen a Fapados fiatal játékosai szétzilálták a rutinosan, fáradtan mozgó Pepit a mezesek védelmét. A két csapat őszi találkozóján a Fapados Öröző 7-2-re győzött. Most ezt a 6 gólos különbséget is túlszárnyalták, és 8-at rámoltak az ellenfél hálójába, míg ők kapott gól nélkül zárták az 50 percet. Jobb volt az ellenfél, el kell ismerni. Ez egy ilyen dolog, egy kis pályán előfordulhat bármi. Az igazság, hogy elég öreg csapatunk van, és már kevésbé tudunk regenerálódni. Azért egy-kettő játszanak még nagypályán is közülünk, a hétvégén is volt felkészülési mérkőzés, és fáradt volt a társaság. Múlt héten már kérdeztem Diszi Pétert, egykori csapattársadat, hogy mekkora élmény kispályán játszani, most megkérdezem tőled is ugyanezt. Hát nagyon nagy élmény, mert az az igazság, hogy mikor aktívak voltunk, tehát első osztályban futballoztunk, akkor is nagyon sokat szoktunk játszani, olyankor, amikor nem bajnoki felkészülés volt. Nagyon szerettünk játszani, és úgy érzem, hogy a mi csapatunk még tudott is, mert nyertünk egy-két képes sportkupát, annó meg kispás tornát. A képességeket fejleszti természetesen, és nem hiába, én 42 éves leszek, de még mindig imádok kispályán játszani. Nem éltük, hogy ez egy olyan kötelező győzelem lesz. Hát egy kicsit nagyobb ellenállást számítottunk, de ez nem jött össze nekik. Elfáradtak szerintem, mert elég meleg volt itt a csarnokban, úgyhogy idősebbek szerintem elfáradtak a végére.
Mi várható a következő héten a Fapados, mire képes? Hát következő héten dől el szerintem, hogy van-e még esélyünk a bajnoki címre, ugyanis a Cseh pluszével játszunk. Hát szeretnénk nyerni, és akkor még marad esélyünk esetleg a dobogó legfelső fokára is. A Cseh plusz V együttese az első játéknap második mérkőzésén a Fedél Kft. Csapatát fogadta. A két gárda küzdelmes, nagyiramú első félidőt produkált, ám 20 percig egyik fél sem talált a másik hálójába. Aztán 5 perc alatt a listavezető hamarjában kétszer köszönt be a Fedél kapujába, így megnyugtató 2-0-ás vezetéssel vágtak neki a második játékrésznek. A Cseh plusz V továbbra is fölényben játszott és könnyed játékkal 5-2-re nyerte a mérkőzést. A Fedél Kft. Játékosai nem biztos, hogy erre számítottak, hiszen ősszel ők alkották azt az egyik csapatot, akik pontot tudtak rabolni a bajnok aspiránstól. Bíztam benne, hogy jobban szereplünk. Hát gratulálok a csekáiknak, jobbak voltak. Miben voltak jobbak? Csapatjátékban. Nagyon jól összeszokott gárda. Értik a játékot. Kifoghat valaki a Cseh plusz V-n ebben az idényben? Hát nem tudom, remélem, hogy nem fog ki senki. Hát a mostani eredményünk azt igazolják, hogy jók vagyunk, de hát ez egy kicsit csalóka, mert a hátsó régiókkal játszunk, majd ezután jönnek a jövő héten már a Fapados, és utána az elkövetkező meccsek. Hát nagyon nehéz lesz a további küzdelmek. Reméljük, hogy szoros meccseket játszunk majd a mögöttünk lévőkkel, és a szoros meccsekből mi jövünk ki, de hát ezek a mérkőzések mindig három esélyesek, úgyhogy nagyon nehéz megjósolni, ezért szép a foci. Hát remélem, mi nyerjük a bajnokságot. Hát a fiatalok jönnek, de még remélem nem érnek utol az idén minket. A forduló második játéknapján elsőként a Bombom Bolt Gallon Kft. Páros lépett pályára a Köfém sportcsarnokban. A Bombon csapatából ausztriai elfoglaltságai miatt Csucsánszki Zoltán ismét hiányzott, ám a kékek így is 2-0-ra nyerték az első 25 percet. A fordulás után a Gallon jó játékkal rukkolt elő, és pillanatokon belül egyenlített. Ezután a Bombon volt újra a játékra és a formás akciókra összpontosított, szinte minden helyzetét góllal fejezte be, és végül 6-2-re nyerte az összecsapást. Első pillanatokban voltak kis nehézségek, de aztán a végén sikerült átvenni a vezetést, és utána már könnyű volt a játék. Ilyen nagy arányú győzelmeknél azért számoljátok a pályán a gólokat magatok között? Nem mindig. Én sose tudom a gólok végét, mindig meg szoktam kérdezni a bírótól. Úgyhogy így tudtam meg, hogy most 6-2 lett a végeredmény. Mi várható a következő héten? Hát most egy nagyon sikeres sorozat után vagyunk, eddig csak győzelemmel rendelkezünk, úgyhogy reméljük, hogy a következő meccs is győzelemmel zárul. Megpróbáltunk védekezni és úgy támadást indítani, de abban ők is jól védekeztek, kapusuk jól védett. Hát 2-2-ig eljöttünk, nem is ment rosszul, ugyebár csak az volt a gond, hogy kirohanunk, de nem tudom hova. Tehát így meg is érdemeltük ezt a vereséget. Sok helyzetünk volt, mi kihagytuk, ők berúgták. Igen, érdekes momentum volt, hogy kétszer is kirohantál segíteni a társaknak. Az egyikből gól lett a ti oldalatokon, a másikból meg? Hát sajnos a másik nem sikerült, mert megcsúsztam, meg rosszul tettem oda a lábamat, már nem értem a labdát. De hát már 5-2-nél már nem tudtunk mit csinálni, megpróbáltam még egyszer. Egyszer bejött, másodszor már nem fog. Gyakran választod ezt a megoldást? Hát szoktam, de egy meccsen egyszer legalább. De még gólt nem kaptam belőle. A 10. pozíciót elfoglaló Bádogos a sereghajtó MÁV gépészet csapatával mérkőzött. A találkozó első perceiben a MÁV veszélyeztetett többet, aztán a Bádogos fokozatosan átvette az irányítást. 25 perc alatt egyszer-egyszer találtak egymás hálójába a csapatot. A második játékrészben a Bádogos ott folytatta, ahol az elsőben abbahagyta. Jó játékkal 3-1-re húzott el ellenfelétől. Aztán értetlen módon kapkodni kezdtek, ezt pedig a MÁV játékosai könyörtelenül kihasználták, és 3-3-ra alakították az eredményt. A Bádogos kapusának köszönheti, hogy végül nem szenvedett vereséget. A zöld-feketék a megszerzett egy pontjukkal is feljebb léptek a tabellán. Elég jól ment a védés, nem tudom, hogy kellett volna a győzelem. Nem tudom, reméljük, hogy most már jobb lesz. De a kapu... Kérek én is be a kapuba, úgyhogy megpróbálok beilleszkedni a csapatba. Aztán majd segítenek ők is, remélem, hogy jobban menjen. Te a kapuból hogy láttad? Hogyan lehetett volna megnyerni ezt a mérkőzést? Hát előre kicsit le voltak külön nagyon a csatárjaink. Nekik kellett egy kicsit felnőni hozzánk védelemhez, hogy mi megtettünk mindent. A szerdai utolsó mérkőzést a Turul Line és a Süni és barátai csapata vívták. A Süni rendkívül tartalékosan állt ki az összecsapásra, kapusuk hiány a csapatvezető állt a gólvonalra.
A Turul mégiscsak nagy nehézségek árán tudta bevenni a rózsaszín trikósok kapuját. 1-0-ás vezetésénél a Turulány büntetőt hibázott, és ez meg is bosszulta magát, egyenlített a Süni. A gól után ismét a címvédő vette át az irányítást, és pompás akcióinak, valamint a jó egyéni teljesítményeknek köszönhetően végül felőrölte az ellenvédelmét, majd 5-2-es győzelemmel zárta a találkozót. A Turul csapatvezetője nem volt elégedett együttese mutatott játékával. Kapus nélkül álltak ki, és nem vettük komoly a mérkőzést, egész végig sem, és csak szórakoztunk idézőjelben mondva a mérkőzésen. Aztán a második félidőben aztán parádéztatok, igaz, kihagytatok még egy büntetőt is az első félidőben? Hát azt nem mondanám, hogy parádéztünk, mert ilyen csapat ellen elnézést, de nagyon gyengén álltak föl, 10-et kellett volna rúgnunk, úgyhogy elnézést kérek még ide, de nagyon gyengén játszottunk. A forduló utolsó mérkőzését a Klub Feca és a Fevita csapatai vívták. A találkozó első harmadában még kiegyenlített volt a küzdelem, aztán a Klub Feca megkezdte a gólgyártást. A hűtőháziak nem tudtak lépést tartani ellenfelükkel, csupán egy szépítő gólra futott erejükből, akkor, amikor már minden mindegy volt. Máriásék októberben 8-0-ra verték a sárgákat, most beérték egyel kevesebb lőtt góllal. 7-1-re nyerték a találkozót. Hajnal Imre a múlt heti mérkőzésen dühében letépte magáról mezét, ám pénteken ismét a türkis színű szerelésben lépett pályára. Volt segítséged a mezvarrásban múlt hét óta? Volt, persze, a nagyi mindent megvar, amit így elszaggatok. Gyerekkorom óta ő csinálja. Egyébként mindig ilyen indulatos játékos vagy a pályán? Igen, mindig, minden meccsen, hogyha belépek itt a vonalak közé, akkor mindig úgymond agyas vagyok, így mondják a többiek. Egyébként milyen volt ez a mai mérkőzés belülről? Hát belülről végül is azt mondhatom, bár ne tűnjön nagy képviségnek, de könnyű meccs volt végül is. Tehát könnyen rúgtuk a gólokat, semmi, tehát az ellenfélnek alig volt helyzete. Véleményed szerint a bajnoki cím elérhető még? Hiszen 4 pontra vagytok a Cs pluszétől. Hát végül is a 4 pont az, hát ugye elvileg még sok meccs van ledolgozható, de hát a csekáik nagyon jól játsszák ezt a kis pályát. Én nagyon örülnék, ha a dobogó valamelyik fokán végezne a csapat. A Fevita újabb vereségével nehéz helyzetbe került. Sajnos ez már a tavaszi fordulókban a vereségek sorozata. Hát a játék alapján már bizakodó, sok gólt, hogy kaptuk, de a játék alapján már bizakodó. Hát 1-2-4-5 perces kimaradások sajnos az még megbosszulják magát, mikor üresen marad a védelem, és egy-egy üres ember érkezik, és a sajnos kegyetlenül kihasználja a helyzetét, úgyhogy hát reménykedünk, hogy ha így folytatódik, akkor talán még azért van egy kis remény, hogy sikerül jobb eredményt is elérni. Most ezen a mérkőzésen meglepően nagy létszámú volt a csapat, többen eljöttek. Igen, ahogy említettem a bajnokság elején, az őszi forduló végén volt olyan, hogy nem tudtunk kiállni, mert mivel hogy nagy pályán fociznak a gyerekek, sok sérülés volt. Most az első fordulókban már a sérültek meggyógyultak, most még mindig hiányzik 3 sérültünk, tehát lassan csak összeáll a csapat is. A játék, az eredmény nem azt mutatja, amit a játék produkált. Tehát nézzük a 17. forduló eredményeit időrendi sorrendben. Zöldker 96 Kft. Fapados Söröző 0-8, Cs plusz V Fedél Kft. 5-2, Blue Hétfő Más Tészta 2-7, Bonbon Bolt Gallon Kft. 6-2, Bádogos Máv Gépészet 3-3, Turulány Süni és Barátai 5-2, Klub Feca Fevita 7-1. A tabella a következőképpen alakult. Az első helyen maradt továbbra is a Cs plusz V 32 ponttal, második a Klub Feca 28-al, míg harmadik a Fapados Söröző 26 ponttal. Negyedik a Bonbon, ötödik a Turulány, hatodik a Süni és Barátai, hetedik a Fedél Kft. És nyolcadik a Blue Hétfő, aki még maradt a pozíciójában, azonban a 9. helyre már a Bádogos ugrott fel, helyet cserélve a 10. Gallon Kft.-vel. 11. helyre lépett előre a Más Tészta, 12. a Zöldker 96 Kft., 13. a Fevita, és a sort a Máv Gépészet zárja 6 ponttal a 14. helyen. Ha sietnek, még kiérnek a Videoton Újpest-Borsodi Liga mérkőzésre a Sóstói stadionba, amely 18 óra 45 perckor kezdődik. A kispálya legközelebb szombaton jelentkezik ismét a Fehérvár televízióban. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Thank you.